Madárfüttyös, szép jó reggelt kívánok! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része. Üdv mindenkinek ezen a gyönyörűséges napon. Képzeljétek el, hogy ma fog elindulni a Diablo 3 Closed Beta tesztje, és én is részt veszek rajta, úgyhogy hát már nagyon izgulok, de közép-európai idő szerintem 5 körül, ha jól emlékszem, 5 körül fog elindulni gyakorlatilag a teszt. Úgyhogy hát én meg teljesen rákészültem, azt hittem egy kicsit korábban lesz itt a buli, úgyhogy teljes harci állásban voltam egész délelőtt, míg rá nem kerestem igazából, hogy mi lesz a menetrend. Aztán úgy döntöttem, kedves barátaim, hogy mivel ilyen esti live lesz ez, ja, Diablo 4, igazad van 4. Szia Bazsi, szia Mackó Alsó 97. Levente, kérdezed, de Mackó Alsó 97-nek hívják. Tetszik neki. Szóval, itt van rákattintok, ide van, "These games cannot be played yet." Nagyon durva, úgyhogy én a City Skyline 2-t várom most valami előzetes belőle. Miért nem sokára jön? Tényleg? Komolyan? Skyline 2, azt a vetjár mindenit. Teljesen lemaradtam erről a buliról. Menj már! Leszem a hangot. Azt a betyár mindent, köszönöm, hogy szóltál. Megmondom őszintén, hogy ez teljesen kiment így a radar alatt. De a lényeg az, hogy ma biztos, hogy Diablo 4 lesz, beta, meg minden. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon várom már. Viszont addig, képzeljétek el, hogy az történt, hogy hát leakciózták a Steamen a Digirt 3-at,
rákerestem, és kiderült, hogy van hozzá magyarítás a játékhoz. Úgyhogy rá is vetettem magam, hogy megnézzem egyáltalán, hogy ez hogy az anyámban működik, meg egyáltalán milyen magyarításról van itt szó. És hát most látom, vagy tudomásul vettem, hogy tök jó, tök friss magyarítás, úgyhogy érdemes kipróbálni, aki szereti a menedzsment játékokat. És ezt fogjuk mi is tenni egyébként. Arra gondoltam, megnézem, milyen a fogadtatása a C3 nevezetű játéknak. Illetve megnézzük, hogy kb. Miről szól. Megmondom őszintén, hogy nem sokat tudtam róla. Én meg tegnap előtt a Tomb Raider 2018-as filmet néztem a tévével, és a Tomb Raider 2013-as játék alapján készült a film. Ajánlok nektek, jó film lett. Na meglátom, mert itt a Tomb Raider-t megmondom őszintén, annyira nem... Én kézzed el, tudod, melyik Tomb Raider-el játszottam? Én a Tomb Raider 1-el játszottam. Az 1-el. Ott is valami medve volt, mentem befelé, de én nagyon gyerek voltam, és emlékszem, hogy nem tudtam a medvét megölni. Arra nagyon emlékszem. Nem tudtam a medvét megölni. Na nézzük! Jaj, hogy állunk? Meg nemrég kezdtem a Stardew Valley-t, és nem gondoltam, hogy ennyire megszeretem. Hát az nagyon jó, csak utána kell olvasni, hogy melyik, hogy kivel érdemes összeházasodni. Annak nézz utána. Mert nagyon fontos. Na nézzük, egy játékos játékot, ugye ebben van The Guild 3, van több játékos játék is, és indítunk egy új játékot. Ilyen oktató móddal. Azt te betyár mindenit? Már össze vagyok kb. 3 éve. Tényleg? Melyik csajjal jöttél? Vagy melyik csávóval házasodtál össze, ugye? Onionolf Évszom lesz a nevünk. A vallásunk... katolikus lesz. A ruházatunk... ilyesmi. Csaj a karakterem, de csajjal a le a szobrász csaj. Azt a betyár mindenit. Ott már azért történtek dolgok. Akkor ezek szerint. Úristen, ez olyan, egy vámpír lenne. Valami kis tenyeres, talpas asszonyságot. Aki oda csap a házurának, hogyha éppen valamit nem tetszik neki. Nem. Jó. Csinálunk egy ilyet, de nem ezzel az arccal, vagy normálisabb arccal. Azt a rohadt életbe. Jó lesz ez nekünk. Megnézzük még a haj. Hajat nem lehet választani, csak hajszínt. Jó, ez lesz az én karakterem. A befolyás olyan érték, amely többféleképpen lehet megszerezni, befolyás szerezhetsz, ha vállalkozást építesz, frissítesz, vagy alkalmazottakat veszel föl. Befolyás szerezhetsz akkor is, hogyha nem tudtam végigolvasni. Üdvözlünk a C3-ban, egy gazdasági szimulációban és szerepjátékban, mely a késő középkorban játszódik. Ebben a történelmi forgatókönyvben egy polgárt testesítesz meg, de nem csak részese vagy, hanem meg is írhatod saját sikertörténetedet. Nem, mennyit játszottál az a Stardew Valley-vel, hogy ilyennyire túltoltad ezt a dolgot? A kezdő karaktered, az avatárod a játék során öregszik, ezért házasodj meg és legyenek gyerekeid! A Dirt 3-ban van Mini Cooper, 860 kg és 750 ló. Jó, hát az nem biztos, hogy így autó. Tehát, hogy nem biztos, hogy így belefér az autó kifejezés, vagy fogalmi körben, szerintem. Ja, és kezdjétek el, de durva. Hozzáférés kaptam a Binghez, ugye, amiben a ChatGPT be van integrálva. Nagyon beteg.
Gyermekkorod tele volt nélkülözésekkel, szüleit parasztok voltak, hogy keményen dolgoztak az úr földjén a városhoz közeli faluban. Ritkán volt elég ennivalótok, vagy elég részpénzetek új ruhára, amikor felnőttél, megesküdtél, hogy a gyermekeidnek jobb életük lesz, mint neked. Az emberek azt mondják, szabad városokban mindenki saját sorsának az ura, és jó pénzt kereshet becsületes vagy akár becstelen munkával. Így hát elindultál a városba, hogy megnézd, mi a helyzet. Hát elhiszem, az egy nagyon durva arány. Na szóval itt van a karakterünk, és itt van maga a város, nem is néz ki egyébként olyan nagyon rosszul. Itt van maga a város, a belső város, és ott a királyi vár is. És még egyszer mondom, a játék full magyar. De mondjuk itt péntek délután 2-kor nem biztos ám, hogy itt ez az életem streamje lesz, de meg akartam nézni mindenféleképpen, mert ez tök jó. Nézzük meg, milyen feladataink vannak. Építs egy épületet. Jó, építsünk egy épületet, egy egyszerű kézműves kunyhót, és az legyen a neve, hogy... Kézműves kunyhó. Már hogy tudjuk. Hova rakjuk? Ugye én azon vagyok egyébként, hogy mindig a város belső területei lesznek később az értékesek, úgyhogy megpróbáljuk odaépíteni a kis házunkat is. 1250 részpénz. Akkor mondok még durvábbat. Mondjál. És Bazsi, egy hét alatt így ki tudtad izé maxolni a Stardew Valley-t. Nagyon kemény vagy. Na itt játszanak a kobzosok. Nem lehet FPS-be irányítani a karaktert? What's up? Ott a patkány! Na, itt épül a kis házikunk. Dárszólós vagyok, hozzá vagyok szokva a farmoláshoz. Úristen. Hát Én még az Elden Ringgel is úgy vagyok, hogy megnyaltam a szám szélét, de azért durva a helyzet. Nincs öröksége, nincs örökösöm. Nagyon jó, sikerült kézműves kunyhót venni, és felfogadunk egy munkást. És felfogadunk egy szállítót. És a rendelési listába berakunk vasat. Mert az a feladatunk jelen pillanatban, hogy 3 vasat termeljünk. És szépen itt a emberkék, majd akiket most felfogadtunk, elkezdik termelni a vasat. Forza Horizon 4-ben a Forza Edition és Lamborghini elvente 1900 dollárról lehet fölhúzni, és a kocsi súlya 1280 kg körül van. Hát ez nagyon brutál. Alacsonyan szállnak itt az autók. Ó, lovacska! A kislányom meg ne lássa a lovacskákat, mert akkor biztos jön majd. Biztos mondja, hogy kell lovacskát venni. Büszkélkedni kell az eredményekkel. Ez mit jelent, hogy büszkélkedjünk az eredménnyel? Na mindegy is, itt az én kis házikom. Ja nem az én kis házikom. Ez az én kis kunyhom. Nem, melyik az én kis kunyhom? Ez az én kis kunyhom. És itt a feladat, hogy büszkélkedni az eredménnyel. Mondjuk 3-szor büszkélkedjünk az eredménnyel. Na, mit csinálunk? Most elmondjuk a hordónak például, hogy milyen királyok vagyunk. Ami nem feltétlen... Ugye ez valamilyen fajta marketing tevékenység, tehát hogy hirdetjük a mi kis vállalkozásunkat, de nem biztos, hogy a célközönséget jól választotta meg az Uri Hölgy, hogy itt a hordókkal szórakozunk. Na, aha, itt büszkélkedünk az eredménnyel. Jó, megy a folyamat. Addig körülnézünk picit. Azt a betyár mindenit.
nézzük meg ezeket a teheneket, meg marhákat. Nagyon durva. Egyébként mennyire jól meg van csinálva a játék. Hordó, akkor tessék hordó sem volt. Azt te betyár mindenit, köszönöm szépen. Most ott, ott izé. Ott sikerült elmondani a hír, elhíresztelni a mi kis vállalkozásunk történetét. Jó, nézzük meg. Még háromszor el kell büszkélkednünk, tehát ezt a marketing teljesítményt ezt háromszor kell megoldanunk. Jól néz ki ez a játék szerintem. A map nem túl nagy, ez igaz. Egyelőre. Ja, de vannak kereskedelmi útvonalak más városokban is. Van a szervát, azt a hordósám adott, nem is láttam még. Kicsit fölgyorsítjuk az időt. Hogy büszkélkedjünk gyorsabban. Aha, itt beszélgetünk az eredményeinkről. És ugye itt vannak befolyásunk, meg a pénzünk. 8142 pénzünk van, és 3000 befolyásunk. Ezeket a dolgokat fogjuk ezzel fejleszteni. Egy cseh videó sem úgy, szóval azért nem ismerhetitek. Ó, értem. Szoktad nézni, beszélsz csehül? Érdekes kis játéknak ígérkezik, ez meg kell hagyni. Megüresedett egy hivatali hely. A politikus fontos szerepet játszik a Guild 3 világában, a városi törvények... Így nem tudom elolvasni. Mi? A városi törvények menüben láthatod a hivatalfát, ahol láthatod, hogy ki milyen tisztséget tölt be. Aha, itt vannak a városi törvények. De durva, és itt a főjegyző helye üresedett meg. Lehet, hogy te majd oda politikával oda kerülhetsz a városnak az élére. Nagyon durva. Nagyon durva. Hát én csak angolul értek valamennyire. Ez, hogy lehet ezt a bárd versenyt egyébként elküldeni a nyugba? Na, lép be és nézd meg a rezidenciádat. Na, hazamegyünk, megnézzük a házikónkat, hogy milyen. Ez itt a mi házikónk, látjátok? Itt a létra, ezzel lehet fölmenni a hálószobába. Épületmenü. Le lehet ülni. Itt van a könyvelési könyv. Kezdő tőke az 10 000. Még jó, hogy a kislányom nem látta a lovacskákat, mert tiszta izé lett volna. Üljünk le. Művelet nem lehetséges. Nagyon. Nézd ki művelet. Nézd be az épületbe, funkcióval térhez vissza. Mi az, hogy nézd ki? Családfa. Kilépés. Mi a bánat van? Az épület menü sorából, itt az épület menü sora, és nézd ki. Az hol van? Tároló, kiegészítők. Ez bizony nem egyszerű játék, azt már látom. Nagyon durva.
Ugye így lehet kimenni, az biztos. De szerintem ez nem a kinézési funkció. Egyébként, várjátok egy picit, beállítások. Úgy. Még egyszer, hol lehet? Az épület menü sorában néz ki funkcióval térhetsz vissza a külvilágba, úgyhogy kiválasztod a lakóját és kattintasz a művelet gombra. Épületek, karakterek. Hát még meg kell tanulnom, az biztos. Aha, így nézünk ki. Tesse az. Hogy az anyámba kell kinézni innen? Ja, várjál csak, lehet, hogy itt van. Kunyhó. Nézd ki, itt van. Jó, ez az. Sikerült megcsinálni a második feladatot is, vagy a harmadikat, negyediket. Lakóhelyeden olyan egyedi tárgyakat is előállíthatsz, amelyeket nem vásárolsz meg a piacon. A flanel például javíthatja a tulajdonságot és megkönnyítheti az udvarlást. Válasz ki a lakóhelyed, és nyisd meg az épületmenüt a műveleti sávon. Tehát válasz ki a lakóhelyedet. Nem bontjuk le. És kiválasszuk a flanelt. Mondjuk csináljunk 20-at. Meg csináljunk virágcsokrot. Csináljunk abból is egy 20-at. Good. És akkor emberünk elkezdi elkészíteni a flanelt, de ugye nyilván egy vödör víz kell hozzá meg szövet. És nyilván nekünk van szövetünk jelen pillanatban, de előbb-utóbb ez el fog fogyni, szerintem. Bizony, 18-unk van most jelen pillanatban. Településnek mi a neve? Azt nem tudom. Egyelőre a szerény kezdetek a település neve. Wenkhausing a városnak a neve. Azt nem tudom. Várjál csak, hogy illetve azt se tudom, hogy a karakterek neveit meg lehet-e változtatni. De ez szintet lépett, az biztos. Ez is szintet lépett, és ügyességre adunk neki 2-t is. A saját nevemet nem tudom megváltoztatni. Majd szerintem akkor lehet megváltoztatni, hogyha születik egy gyerek. Szerintem. Ott így a vacska, ott is. Azt a betyár minden kislányom meglátta a lovacskákat. Igen, itt a... Hát ilyenkor nekem végem van sajnos. Itt az igazság, hogy ilyenkor nem ismerünk se Istent, se embert. Lovacskákat kell nézni, mindenféleképpen. Tessék, itt a ló feneke. Ne simízd a monitoromat. Na, ess innen. Jó, egy alkalmazott új szakmai szintet lépett. Nem lehet átnevezni a karaktereket? Ez nagyon szomorú. Nagyon. Where would you like to go? I'm on to my feet hurt.
Lát megint egy pontja. Az intelligenciát és ügyességet növelem nála. Közben pedig mi, a mi karakterünk ugye szépen itt a otthoni házba elkezdte gyártani a flanelt, illetve a virágcsokrot. Nagyon jó. Na mit kell csinálnunk? Társadalmi cikkek készítése. Egy csokor virágot kéne csinálnunk, illetve kettő darabot. Ezt a flanelt már eleget csináltunk. Ez szövet, ez flanel, ugye 13 flanelt csináltunk, és most kezdjük a csokrot is gyártani. Unokatestvérem lovászlány, tényleg? Hát akkor az unokatestvéreddel valószínűleg a kislányom az örök barátságot kötne 13-szor, mert gyakorlatilag ott táncolni akar, nézd meg. Gyakorlatilag a kislányom lovak nélkül nem képes semmire. Ugye, kislányom? Hogy a balett nélkül vagy a lovak. Meg a balett nélkül. Úgyhogy ezek a dolgok, amik így nagyon tolják neki. Milyen nyugodt az éjszaka? Távol madarak. Ez micsoda? Hey, gyerekek! Mi a bánat van? Csináljátok a vasat nekem, de mint a rohadt élet. Vas. Igen. Vasérc kell hozzá, de szerintem nekünk nincs vasércünk. Követelmények a bánya. Nekem is van egy ismerős, aki balettiskolába jár. Hát Luca már nem is tudom, több éve balettiskolába jár. Akármilyen pici egyébként, most lesz, képzeljétek el, vasárnap az előadása. Az első komolyabb előadása. De hol van Vasérc bánya? Itt a bánya. El tudok küldeni ide, vagy hogy kell innen bányászni? Mi az, hogy a flanel művelet eredményesen befejeződött? Nem értem ezt a feladatot megint. I noticed your looks in my direction. Would you be interested in spending more of your time with me? No way. That's unthinkable for me. Egy flanelt gyártsunk le. Még. Avatárodat el is bocsáthatod, így nem lesz többi alkalmaz, de ez válasz ki a műveletet az épületben vagy a karakter akciósávjában. Hogy kell... Menj el a piacra... Alkalmazott elbocsájtása. Na jó. Elbocsájtottuk. Mi az a flanel? A flanel kérlek szépen egy anyag, amilyen vastag, puha anyag, ugye nem tudom, ismered a flanelinget, az a tipikus, az a favágóing a flanelling, ami ilyen nagyon, ilyen filc-szerű anyag, ami nagyon vastag és nagyon puha. Ez a flanel. Na, hogy kell flanel műveletet sikeresen befejezni? Húzd át a flanelt az eszköztárolóból a karakteredhez. Úgy. Itt legyen 6 darab flanel, meg 6 darab virágcsokor. Szavasz dó! Rina, madárfüttyös, szép jó estét kívánok, szép jó reggelt kívánok, szép jó napot kívánok neked.
Válasz ki az alternatívát, kattints a fogyóeszközök kategóriája megvásárolására, és válasz ki a flanell lehetőséget. Karakterem. Fogyóeszközök. És ez mit csinál most? Az nem disznó, az ököl. Szevasz, Trójan! Pénteken reggel, Szabin vagyok! Hé! Hé, Trójan, hé! Ne tudd meg! Képzeld el, hogy ez egy nagyon jó játék egyébként. Képzeld el, Trójan, hogy ez egy nagyon jó játék. Van hozzá tök jó magyarítás, ami tök jól működik is. Ez egy borzasztó bonyolult menedzsment játék. És itt repülnek a madarak benne. Meg ott vannak lovak is. Egy csajjal vagyunk, vagy egy karakterrel vagyunk, aki fölépíti a középkori, késő középkori időszakban egy vállalkozást. Mert azért reggel egyébként, várjál csak, megmutatom miért reggel, miért ilyenkor streamelek. Megmutatom, hogy... Azért streamelek, hogy ide... The this game cannot be played yet. Az van ide írva. És kézzétek el még, amit akartam mutatni, hogy hozzáférést kaptam a Bing hangalapú megoldásához. Microsoft.com szerint nyissa meg a start a gép. Csak még ez olyan bimbó, mint az állat, de figyelj, mindjárt. Szia! Mikor indul a Diablo 4 Closed Beta? Páguru.hu szerint a Diablo 4 a Blizzard epikus fantasy akció RPG sorozatának legújabb darabja lesz, amely 5 új kasztot és a központi történet folytatását tartalmazza. Hát ez kurva jó. Nem azt akartam kérdezni. Mikor indul a Closed Beta a Diablo 4-ben Magyarországon? Páguru.hu szerint a Diablo 4 a Blizzard epikus fantasy akció RPG sorozatának legújabb fantasy darabja lesz, fantasy. Amely 5 új kasztot és a központi történet folytatását tartalmazza. Köszönöm szépen, Dorina, hogy itt voltál. De ez még retardált. Egyébként a telefonon tő sokkal jobb. A telefonon sokkal jobban működik valahogy, nem tudom miért. Mit tudom én, mire keressünk rá? Melyik a 2023-as év legjobban várt PC játéka? Ign.com szerintünk ezek ígérkeznek 2022 legjobb játékainak, de a igaz, jövő a 2023-at év kérdeztem. Játékát és bemutató dátumaikat megtalálhatjátok folyamatosan frissülő játék kalendáriumunkban. Elvileg ez ChatGPT 4.0-át használ, de le van egy elég durván butítva egyébként, de na mindegy. Igaz, hogy 2023-at kérdeztem, de mindegy. Na szóval menjünk vissza közben Onionolf Avsom nevezetű karakterünkhöz, ami egy gyönyörű szép középkori hölgyemény. Itt vannak a bikák. És ez egy város, ami gyakorlatilag nem a miénk, nekünk két épületünk van. Van egy kézműves kunyhónk itt, és van nekünk egy házacskánk itt. Nem lehet ezt átírni ennek a nevét, mert mi az, hogy bolha csípett. Épületszint, őrök száma, és nagyon durva, egész gyönyörű ilyen politikai szimuláció is van magában a játékban beleépítve, úgyhogy később akár a város irányítói között is lehetünk, csak néha altabolok. Már meg kell néznem, hogy nincs-e esetleg. Nem teljes képernyő, hanem teljes képernyő ablakos. És akkor, hogyha kikattintok, akkor aha, csak leesik az FPS, de beállítjuk, hogyha kikattintok, ne essen le az FPS, hogyha be lehet ilyet állítani, de nem lehet. Na mindegy. Szóval, most csináljuk szépen az oktatást meg a feladatokat. Vágj bele egy viszonyba.
Azt kell csinálnom, hogy most meg kell hódítanom valakit. Szevasz, Humprime, be kell nyalni a királynak, és meg is van. Igen, hát most azt kéne elérnem igazán, mivel nővel vagyok, hogy inkább ő nyaljon be nekem, szerintem. És ehhez bizonyos árat kérni, de mivel még csak 14 óra 32 percen, azért a szerelmi oldaláról közelítjük meg inkább a dolgokat. Családalapítás első lépése a házasztás keresése. Hát én ezt mondjuk így 2023-as fejjel, én láttam már olyan embert, aki nem keresett házastársat, és úgy alapított családot. Válasz ki a karakteret. Kattints a viszonyok és kapcsolatok kategóriára a művelet soron. Kattints a vágj bele egy viszonyba akcióra, válasz ki a célszemélyt. Na várjál, karakterem. Hol volt ez? Még egyszer. Kattints a viszonyok és kapcsolatok. Aha, karakterem. Viszonyok és kapcsolatok. Csók az arcra, vágj bele a kapcsolatba, tiltott csók, tiltott tánc, házassági ajánlat, házasság. A bókolj valakinek? Nem, a vágj bele a viszonyba, az kell nekünk. Nincsenek szerelmi viszonyai. Na várjál, várjál, ez így nem jó. Toj-toj mögött egyből családalapítás van. Hát így van, így van. Ez az! Na kinek vágjunk bele? Gildbert Kreischheimer, földes úr és egyedülálló. 15 éves. Azaz korát jelenti, vajon? Nézzétek, milyen fessúri ember. Meg kell nézni, hogy a popiát, hogy jó keménye. Mert csak akkor éri meg belevágni egy férfival a kalandba, ha a popi jó kemény lesz. Szerint. Úgyhogy lehet ő, lehet Sigismund a közember, lehet Fiete Nulgler az egyedülálló, 27 éves, nyilván ő már valószínűleg többet tud a csókolózásról, mint más. És itt van Franz, mondjuk Franz egy picit olyan, hogy is fejezzem ki magam, így ránézésre Franz olyan, hogyha rám fekszik, akkor nekem az volt az utolsó családalapítási lehetőségem. És az nem feltétlen biztos, hogy jó. Polgár, földesúr. Házas. Házas emberrel is lehet? Házas emberrel nem jó annyira. Hol a szerelem? Milyen szerelem? Földesúr. Franca Franznak se kell. Jó, földes úr. Lesz Gildbert Kritschmerer. Lesz. A francban rosszra gondolta, vagy rosszra kattintottam. Na, hol van? Most már nincs ott Gilbert. Jó, akkor lesz ez a Fiti. Na nézzük, elindulunk szépen meghódítani kiválasztottunk szívét. Merre lesz a kiválasztottunk? Lehet házasra csak a feleségemre tudja, ennyi. Ott a kiválasztottunk, azt nézd meg. Milyen kis izé. Hegyke kis körszakál. Várjál csak. Éppen Trogga a Verum No Man's Sky-hoz, és ezért nem láttam, hogy hova kell kattintani. Isten áldja meg kezedet, hogy mindent, amit tesz, vele teszel, sikeres legyen. Ezt kívánom neked. Apa, légy szíves, ne szúrj le a hangulatot. Ott egy macska a teraszunkon. Kergess már, mert ide szarik. Itt volt a macska a teraszunkon. Nekem nincs macskám. Ezért nem szeretném. És etetem a madarakat egyébként. Jó, udvaroljak, bókolj valakinek, és egy csokor virág. Jó, akkor bókolj valami. Akkor itt az emberünknek bókolok. Bókolok az emberünknek. Azért nő ilyen kemény munkát még nem csinált.
olyan jóképű vagy, és művelt. Te vagy egy legelegánsabb a férfiak közül. A világ összes férfiak közül te vagy a legelegánsabb. Mondjuk mi a férfinek. Keresztlányom a macskamániás. Én is szeretem az állatokat, és szeretem a macskát, csak én nem szeretem, hogy kertben legyen a macska. Tehát azért nem veszek macskát. Hogyha szeretném, hogy a kertünkben legyen macska, akkor kudarcban lett, és most 8-8-as lett a szeretete. Nem áll! Bókoljunk még! Ne menj már el! Hát itt mondom neked, hogy nézd meg a szoknyám belsejét. Te vagy a gyertyám az éj sötétjébe. Téged látva mindig fénygyúl a szívembe. Mondom én emberünknek. Nem nehéz fényhozni egy olyan sötét emberbe, mint te. Hát menj már anyádba! Ez miért ilyen bunkó velem? Na megpróbálok még valamit. Na jó, most ez sikerült valamennyire. Csókot az arcra. Az igen! Levágott nekem egyet, gyerekek! Levágott nekem egyet! Hát levágott! Hát beleütött az arcomba! Csókér! Egy csókér beleütött az arcomba, bunkó vagy, Baxi! Hát ilyet! Ne csináljátok már! Hát én itt próbálok elképesztő szerelmesen viselkedni, ez a bunkó meg beleüt az arcomba. Na jó, keresek mást. Itt van ez. Rapold el, majd meggondolja meg. Így zárjuk be a pincébe, hogyha nem izé. Luca, hozzon nekem vizet, ha megkérlek? Köszönöm. A laptopomra nem. Egy elég fontos dolog. Rakom. Na, ekkora parasztnak kell lenni. Ügyes embernek tűnsz. Ügyes embernek tűnsz, sétálj velem egy kicsit, mesélj magadról. Vagy lehet, hogy csávó langyi és sértésnek lett az arcpuszit. Természetesen megtisztel. Na ez már igen, látod? Köszönöm Luca, nagyon aranyos vagy. Bár a Raimund név egyébként Magyarországon nem feltétlen annyira jelent sokat. Na, adjunk neki egy virágot. Te vagy a legjóképű férfi. Kedves uram, ön messze a legjóképű férfi. Ez mit néz ott a másik egyébként, ez a Richard Checker? Takarodj már innen! Húzzá innen! Húzás azért. Nekem van Raimund nevű ismerősöm. Az igazság, hogy én egy máskorban nőttem föl, és akkoriban a Raimund nevű ismerősök általában nem feltétlen... Ja, nem. Nem feltétlen olyanok voltak, mint manapság. Bókoljunk megint. Raimundnak. Régebben a névről sokkal több mindent meg lehetett tudni, mint manapság. Na! Te vagy a legszebb férfi! Ez olyan, mint a nekem, olyan, mint a magamhoz beszélni. Te vagy a legszebb Isten teremtményei között. Látod? Ez olyan, mint hogyha rólam lenne szó, szerintem. Picit, nem? Olyan, mint rólam lenne szó, és én mondom. Nagyon jó, Raimund sikeres, oké? És akkor egy csokor virág művelet eredményesen...
Mi? Ha valakinek virágot szeretnél adni, helyezd az eszköztáradba, kattints a fogyóeszköz kategória, az axiásra és vágdaksz ki a virág csokrot. Csokor virág. És Rajmundnak adjunk egy csokor virágot. Rajmund, állj meg! Állj meg, Rajmundocska! Nem áll, temetőbe ne adjuk oda, szerintem. Gyere arra, várjuk meg itt a temetőnél. Szép ember vagy, Rajmund? Hát... megettél néhány palacsintát, de attól még lehetsz rendes, úgyhogy semmi gond nincsen. Rajmund. Futás Rajmund után. Kérlek, fogadd el ezt a virágot. Nagyon sikerült elfogadtatni vele a virágot. És még egyszer adunk neki egy virágot. Majdnem sokára. Gyerünk, Rajmund. Közben, aha, van egy csomó vasunk, és így gyártjuk a vasat, mint az állat, hál' Istennek. Tehát a cég a szalad. A Rajmund az, aki, hát a második a virágot meg kell várni, még újra lehet adni. Várjál, megállítom egy kicsit pillanatra a játékot. Föladok itt egy kérdést, egy fogadást, fogadni lehet. Szerintem egy fogadást fogok fölrakni. Hogy... lesz-e keks Rajmund és hagyma között? Igen, nem. Egy percetek van eldönteni a kérdésre adott választ, és a hagyma pontból lehet fogadni. Tehát van, akik már az új Diablo 4-et nyomják. Ne idegesíts már! Hogy? Ezt nem lehet. Lehetetlen? Mondjad, Lulu. Még nincsen szerintem. Este... Twitch. Este 5-től van a Diablo 4-nek a Closed Beta, Diablo 4-nek a Closed Beta-ja. Ja, van, aki csinált egy várótermet, és akkor ott van egy óra, ahol visszaszámol. Ez eléggé... Ja, ezt csomóan csinálják. Mert nekem is ide kéne raknom egy órát. És akkor, hogy ez a váróterem. Ez ilyen marketing. Kuss már. Az embereim dolgoznak, mint állat. Hát ott az egyik emberem. És adjunk még egy virágot Rajmundnak. Hopp, oda teleportáltunk. Tessék, Rajmund, azt szeretném, nézd be a szoknyám alá. Nagyon jó. És házassági ajánlatot kell adnom Rajmundnak. Nem házasodhatok meg, mert nem vagyok eljegyezve, anyád úristen. Rajmund. Gyere hozzám, Rajmund. Lennél a férjem, házasodjunk össze. Drágám, udvaroltunk egymásnak, és szerelmünk csak erősödött. Megmernéd tenni velem a következő lépést, és belevágnánk közös életünkbe egy házassággal? Na, mi a válasz? Drágám, ja nem, semmi ne sem tenne boldogabbá. Te vagy a nap és a csillagok az életem, és nem tudnék nélküled élni. Na jó, sikeres. Házasodjunk meg Rajmunddal. Itt ez, végre megkössük a csomót, szeretnék egy gyönyörű templomba összeházasodni.
Hát jobb ez a Rajmund, mint az előző, aki oda mentem, kedveskedtem neki, azt adott egy jobb egyenest. De ám az a keks, az csak bizonyíték alapján keks. Tehát vagy látjuk saját szemünkkel, vagy gyerek születik. Ez a két lehetőség van. Hova futunk egyébként? Hadd kérdezzem már meg. Rajmund megjön utánunk. Na, így van egyébként az életben is, hogy amíg nem házasodsz meg, addig kb. Tényleg a tenyerén hordoz az asszony. De hogyha egyszer megházasod. Gratulálok az új eljegyzéshez, ez nagyon szépen köszönöm. A karakterem elszaladt. Lehet, hogy már ott a templomba fogja várni Rajmundot. Rajmund elszalad az ellenkező irányba. Ez nem néz ki jól. Menjünk el a templomba. Hol a karakterem? Annyira izé, meghívlak. Trojan, téged meghívlak. Annyira akar megházasodni emberünk, hogy Rajmund nélkül elfutott a templomba. Kész. Ugye már, hallod? Szerintem ez nekünk, itt nem itt kéne állunk egyébként. Úgy. Nem tudom, hol van Rajmund, de úgy leültünk oda, beszélünk a pap bácsival. Templomi esküvő. 25 érmét. És én fizessem a templomi esküvőt. Én! Nekem erről az elrendezett hegyek között egyből a szepesi vára jutott eszembe, ami abban a korban így nézhetett ki. Simán lehet. Esküvő zajlik. Rajmund! Hát ilyet. Az ég áldjon meg Rajmund. Hát nem tudom. Nem tudom hol van. Nem tudom hol van Rajmund. Egyszerűen eltűnt. Ha itt van valaki feladat. Aha, már itt van Rajmund, jó. Azért jöttünk ma össze, hogy összekössük Rajmund, Roller és Onionolf Elfsom életét a szent házasság kötelékében. És te Rajmund, Roller, akarod, hogy Onionolf a tőtörvényes feleséged legyen szeretetben és békességben, míg a halál el nem választ? Ha akarod, mondd igen. Egyébként jelzem, hogy ennek van multiplayer-je egyébként. Várjál, ezt meg kell mutatnom. Remélem, hogy mindjárt belinkelem ezt a Twitch-et Scoodnak. Hát, ha ide jön, és meg tudom mutatni, szegély Scood. Igen, elveszük feleségül, el akarom venni feleségül Scoodot. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Na várjál. Mindenki csatorna. Unprime, szóljál már Scoodnak. Léci, mert vagy én írjak rá így pillanat. Ja, de várja. Ez így nem jó. Hadd mutassam már meg. Hadd mutassam meg, ha ráérsz. Na jó, meglátjuk, hogy jön-e Scoot vagy nem. Már írtam, hogy meneküljön. Helyes, helyes. Na, új küldetést kaptam. Hozz létre utódokat. Na itt ez a fogadás tétje. Vajon a Rajmund képes-e, mert az nem biztos egyébként, hogy az uborka végét látja-e. Mert olyan helyen van, ahova nem süt be a nap. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ne legyen képes használni. Itt az idei utódot hoz létre. Egyébként Rajmund. Én értem, hogy te Rajmund vagy. Kattints a dinasztia és vállalkozások kategóriára. Ez a vallás, diplomácia, politika, dinasztia és vállalkozások. Utód létrehozása.
Rajmunddal hozunk létre utódot. Na, hát mert meghallotta Rajmund, hogy mi a helyzet, mi a terv. Azért elég kemény. Tehát Rajmund, igen, létrehozzuk. Szevasz, kód, madárfütyös, szép jó reggelt. Éppen utódot fogunk létrehozni Rajmunddal. Képzeld el. Beszarsz ezen a játékon. Most mondom, Scud. Az igazság, akartam streamelni Diablo 4-et, de csak délután lesz. És testalkatához képest fürge. Jó kis tudsz ez a guild. Neked megvan? Guild 3 megvan? Ne basszus már, hogy megvan. Ja? És ebben van multiplayer, képzeld el. Most képzeld magad Rajmund helyébe. Megmondom őszintén. Összeházasodtunk, és most utódot hozunk létre. És Rajmund olyan elképesztő sebességgel kezdett el futni az ágyhoz, amilyen elképesztő sebességgel futottam én, mint a hölgyemény az oltár felé. Anno 2205-ön gondolkodom. Az Anno sorozat mind nagyon jó, én az Anno 1800-at imádom. Na várjál, lemaradunk! Hé! Hey! Fel akarok menni, fel akarok nézni. Hol van? Ott, ne! Fölmentek, fölmásztak! Akarom látni. Látni akarom. Hol vagy, asszony? Fölmásztak a hálószobába. Mondjad, Lulu. Oda nem tudunk felmenni, mert olyan csókolózások történnek, kislányom. Ami ez ilyen gyerekszemnek nem biztos, hogy... Nem biztos, hogy alkalmas rá még a szemed. Majd egy... Nem. Majd egy 16, 17, 18, 22, 35 év múlva kb. Amikor az én szemem már arra nem lesz alkalmas, hogy lássam. Tehát... 40... Hogy rögök mindenki. Papa. Kinek? Hát remélem, hogy nem izé monopoliznak fönt. Ó, Rajmund milyen nyugodt lett. Teljesen kisimult az arca. Mi? Nézd meg, mondjuk ott van egy izé. Van ott egy monoklin, úgy látom. Tehát valami történt fönt mindenféleképpen. Hát nem a sebességért, vagy nem a minőségért, hanem a teljesítményért fizetnek. Úgyhogy gyakorlatilag kész. És akkor sikerült vajon az utódlás? Vajon a hölgy megkapta irány? Megbotolt a küszöbből, biztos azért lehet. Jó. Na, nézzük meg, mi a helyzet. Rajmundon látszik, hogy lehet üdvett se teherbe. Hát az simán lehet. Jó. Ugye most van Rajmundunk, meg a feleségünk. De hogyha Rajmund ugye egy földes úr volt, hogyha jól értettem. És hol van akkor a földjei? Tehát hogyha már ilyen földes úr, tehát akkor miért kell nekünk ebbe a viskóba élni? Ezt nem értem. Nem egy elégedett női arc. Hát, lehet. Terhes! Tehát akárha... hogyha... Nem tudom, vízipisztolya spriccelte bele, ez akkor is sikerült. Tehát az igazság, hogy a fogadást le kell zárni. Prediction. Igen, válasz eredményt. Igen, ebben bizony az a helyzet, hogy az történt, hogy igen, sikerült. Olyan romantikus vagy hagyma, ugye? Az mert ez belőle árad, belülről a szeretet és a romantika. Ez a helyzet. Na nézzük. Mi a következő feladat? Rajmund most már a család tagja, gyakorlatilag. Most már Rajmundot is tudjuk irányítani, nincs olyan szabad foglalkozás a Rajmundnak. Induljon haza. Várja, ne! Rajmund, gyere ki. Na, Scud, megvan? Megvan a játék? Rajmund az alfa hív.
Van benne multi, képzeld el. Raymond küldetéssel levarni az egész falu. Van benne multi. Lehetne ez, ez akkora lenne multi, szerintem. Én nem tudom, hogy működik. De ez azért elég kemény lenne. Pont aktuális hagyma, találtam egy vicces képet, ha esetleg nem találtam volna. Nincs sajnos, csak egy, csak az egy-kettő van meg. 13 euró. 13. 13, semmi, semmi extra, csak 13 euró. Milyen képet küldtél először a második monitoron nézem meg? Oh, when you got no options, so you marry yourself. Azt a rohadt. Még küldesz nekem ilyet? Nem tudom, most valamiért nem tudok, nem tudom azért a játékot háttérbe szorítani. Úgyhogy nem tudom megmutatni. Na jó. Mi lesz a következő feladatunk? Szerezd meg a kispirtokos címet. Itt az ideje, hogy magasabb címet szerezd meg, amely több lehetőséget nyit meg a számodra. A címek a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyedet jelzik, és új kiváltságokat, műveleteket, jogot biztosítanak, például, hogy több vállalkozást birtokolj. Kattints a képességfa ikonra. Az első HUD ikon a bal... Micsoda? Az első ikon a HUD bal felső sarkába. Ja, bal. Igen. Az összes címlistája megjelenik bal oldalon, az új jogcím megszerzése kattintsz a jogcím igénylése gombra. Igényeld a kisbirtokos címet. Közember, kisbirtokos. Még közember se vagyok, csak jobbágy. Jó, közember lettem. Nincs, én vállalkozó vagyok ebben a játékban, nincs munkahelyem. És kisbirtokos. Nagyon jó. Új küldetéseket kaptam. Másikban. Ja. Házat nem lehet fejleszteni, de egyébként lehet fejleszteni a házat valahogy. Itt, mert biztos, hogy őröket, meg épületszintet is lehet itt beállítani, de egyelőre még nem tudom ezeket, hogy ez egy borzasztó, borzasztó összetett játéknak tűnik nekem. Úgyhogy még nem tudom, hogy mi a helyzet. Mikor szülik meg a puja? Az a kérdés. Na, 1402 ősz. Hát igen, mi lesz a neve a pujának? Ez is egy kérdés. Majd meglátjuk, hogy fiú lesz-e vagy lány először. Na, új cím lehetővé teszi, hogy használd a dolgozók irányítása műveletet termelékenység növelésére. Válasz ki a karakteredet, kattints a dinasztia és vállalkozás kategóriára. Na. 12 euró, Scud. 12 euró. Csak mondom. Igen. Sziasztok, nézzük! Kiszakadnak a füleik. Nem szabad ilyen közelről beleordítani. Vagy közelről halkan beszélsz, vagy messziről rendesen. Hát igen. Miért mozog ez így? Szia, hagymalány. Azt mondják, hogy te vagy a hagymalány. Hagymalány vagyok. Uh-huh. De hát kattints a dinasztia és vállalkozások kategóriájára a művelet soron. Dolgozók irányítása. Nem tudok. Mi a bánat van? Tehát dolgozók irányítása és válasz ki a vállalkozásomat. Aha, és akkor megyek főnökösködni, mi? Ez tök jó, tudod, amikor beáll a főnök az ajtóba, és akkor tudod, eddig mint én egy hétig vagy egy hónapig egyedül csináltad a dolgokat, és beáll a főnök az ajtóba, és akkor légy szíves, akkor ezt csináld ezt, így, úgy, ne úgy csináld, ne úgy csináld, vagy évekig. Három keresztül van, szóval én meg se lepődtem.
Ülesen alig hallasz. Hun. Jajaj, jajaj. Na és akkor így irányítgatjuk a vállalkozást. Pofázunk. És ezt kétszer kell megcsinálni. Ez az én vállalkozásom, kislányom. Itt van a csodálatos ház. És ezek bizony elvileg vasat állítanak elő. Csak nem tudom, hova tűnik a vas egyébként. Ott a vas. Néha... Jaj, elfelejtettem elküldeni neked százszor már a fülest, mi? Hun. Aj, de fasz vagyok. Itt vagy összekészítve már. Esküszöm, elküldöm. Esküszöm. Esküszöm. Most hét, most ma megcsinálom a csomagfeladási papírokat, és elviszem a postára. Esküszöm. Nem, nem, nem. Már elfelejtettem, ne arra. Nagyon jó. Új, az új épületek és új tárgyak feloldásához új készséget kell elsajátítani. Kattints a képességfa ikonra. Válasz ki a kézműves lapot. Én azt sem értem egyelőre, hogy hogyan működik itt a gyártás, mert itt van nekünk egy bánya. A pokol mélységei bánya. Ugye Raimundot nagyon szeretném leküldeni mondjuk bányászni például. A bányába. De egyszerűen ahhoz, hogy én vas, mert ugye nekem gyakorlatilag ez a kis iparom, kis házikom, az gyakorlatilag arra megy rá, hogy vasat csináljon vasércből. Itt van Raimund. És nekünk vasércre lenne szükségünk. Home time. Here I am. What's here I am. És most nem tudom, hogy most Raimundnál van-e. Nincs semmi Raimundnál. Nincs. De duhaszél van nála, ugye? A D4-et végig streameled? Hát most meddig végig? Tehát, hogy ez elvileg 4 napos lesz, és nem tudom, milyen gyorsan lehet szinteket lépni. Na mindegy, menjünk végig még a tutoriálom. Fogok aludni, igen, mert már nem vagyok 19 éves. Holnap vinnem kell, holnap délelőtt vinnem kell a Leventét hokira, szombaton. És vasárnap, mert képzeljétek el, hogy egyszerre van a Lucának az első balett előadása, és a Leventének meg az első hoki meccse. Úgyhogy tök mind a kettőn ott szerettem volna lenni, de sajnos úgy lesz, hogy anya megy a Lucával a balett előadásra, én megyek hoki meccsre. Kattints a képességfaikorra. Kézműves lap. És mi kell nekem? Mire kellett kézműves lap? És egyszerű kézműves 2 és fém megmunkálás 1. Egyszerű kézműves 2. Bádogos Szabó. Ja, ó. Basszus, azért van itt skill képesség, mi? Lehet zsiványt csinálni. Pedig a balett oktatónéni biztos jól tanította. Hát, jóféle oktatónénik vannak, ez igaz. Címem nem elég magas, hogy ezt megszerezzem. Úgyhogy jogcímet igénylünk. És melyik volt az? Zsiványság, tudomány, kézművesség.
Jó, oké, és akkor megvan a fém megmunkálás egy. És a becsvágyót kell még megoldani. Az melyik a becsvágyó? Tudomány, tudomány, zsiványság. Mondjad, Lulu. Hát én biztos nem tudok lovagolni. Na, ez plusz 10 hírnév bónusz lett. Szia, Vándor! Madárfütyös, szép jó estét! Köszi szépen a lehetőséget arra a játékra. Nagyon tetszett, le is töltöttem. Még mondjuk nem túl egyszerű, vagy legalábbis én még nem találtam meg benne a fonalat. De fogom mindenféleképpen streamelni. Ismered ezt a Guild 3-at egyébként? Ezzel te játszottál? Yes, of course, yes, of course. Na, várjunk csak, átérés egy másik hitre, fogadj örökbe egy árvát, egyházi adomány. Nem adom. Nem játszottam vele, a sorozatról hallottam. Nagyon durva egyébként, elképesztő durva a játék. Gyere Máki, Rajmund! Hol vagy? Ott van Rajmund, ő a férjem. Én csodálatosan szép nő vagyok, Rajmund pedig a férjem. Jó estét, mit csinál maga itt a munkaidőben? Azt hittem rosszul jelez a telefonom. Nem jelez rosszul, szabadságon vagyok. Mondjad, Luca. Mi a feladat? Lulu, drágám, én nagyon szeretlek, de ha streameljek, babó. Nem tudom, hogy tudok-e lovagolni. Annyira bírom egyébként a kis lányomat, hogy egyszerűen nem, tehát hogy nem érdekli, vagy nem tudom. Tehát kattints az új, ahhoz, hogy sikeres legyél a C3-ba, egynél több vállalkozással kell rendelkezned, javasoljuk, hogy több bevételi forrással rendelkezz, és bővíz az hatalmad. Kattints az új épület építésére, igen, válasz ki a következő vállalkozásra, például egy öntödét, és nevezd át, ha szeretnéd. Válasz ki a megfelelő helyet az épület felépítéséhez. Na nézzünk, építsünk egy öntödét. Itt egy öntöde. És az lesz a neve, hogy kiöntjük a lelkünket öntöde. Na jó, akkor csak simán öntöde lesz a neve. Öntöde. És hova rakjuk az öntödét? Ú, ez nagy. Nem tudom ide rakni. Nem tudom ide rakni. Miért nem tudom lerakni? Miért nem tudom lerakni? Van 2000 ezüstön biztos, hogy van. Egy vízszintes szabad telken kell lerakni, és nem tudom. Momnika show. Ennyi! Momnika show. Ez tetszik. Ez biztos, hogy megjátsszuk. Mónika Show. Miért nem tudom lerakni? Na várjál. Basszus kulcs. Feloldott vállalkozások. Itt van kézműves konyhó. Tárolópajta. Termékek és nyersanyagok tár, tehát gyakorlatilag ez egy raktár. Ez az öntöde. Jó sok kecó van egyébként, amit építhetek. Lehet zsoldos laktanya. Nagyon durva ez a Guild. Ez miért nem lett egyébként? Valaki árulja el nekem, hogy ez a játék miért nem lett egyébként ilyen rohadt nagy világsiker? Vagy nem tudom. Tehát így, amit most én látok benne, az ilyen elképesztő jó dolgok. Gyere, menjél rovar dolgozni, még lesz délután Diablo.
someone likes you. Ki kell találnom, hogy miért nem tudom ezt lerakni. Ja, hogy a városon belül? Hát ide le tudom rakni egyébként bentre. Ja, akkor lerakjuk itt. Nem én építettem mindent, ez egy meglévő város. És van egy meglévő hierarchiája a városnak, egy meglévő gazdasága a városnak. És ezek ugye úgy működnek, hogy te ebben részt veszel. És egy a történet szerint egy vidékről jött paraszt lány vagy, aki megpróbál itt a nagyvárosban, vagy hát fiú, attól függ milyen karaktert csinálsz, megpróbál itt a nagyvárosban különböző dolgokat csinálni, és gazdasági menedzsmentet, egy gazdasági vállalkozást, igazából egy középkori kereskedelmi vállalkozást fölépíteni. És ezt kell csinálni. Ugye, ahogy mondtam is, itt van egyébként a dinasztia, és nem csak a karakterrel, hanem a karakter megöregszik, meghal, és átveszi majd a fia az örökséget, és viszonyokat lehet, túszok, népsz, bizonyíték, tehát ezekből a szavakból is már olyan elképesztően sokrétű alkimista cég, kézművesek, kereskedők, tolvajok, annyira sokrétű cselekedeteket lehet ebben csinálni ebben a játékban, hogy teljesen izélettem. Teljesen odáig vagyok meg vissza. Egyébként. Teljesen. Majd fölveszünk embereket az öntödébe is. Tárolási szabályok. Mik a tárolási szabályok? Tároló. A new building has been finished. Ez mit? Eladás. Ne adjuk el. Ne adjuk el mostantól kezdve a vasat, csak termeljük. Mert valószínűleg a vasból majd más dolgokat fogunk tudni csinálni. Mert van egy szállítónk. Aha, és akkor ő a szállító, nézd csak, a szállító hozza a bányából a vasércet. Üzleti szállítók. És akkor valószínűleg megjön a vasérc. Ugyan, igen. Rajta van a vasérc. A bányából elhozza, és úgy kezdik el csinálni a vasat itt. És elvileg akkor fölépült nekünk az öntödénk. Az öntödékbe fel kell vennünk egy munkást. Nem. És fel kell vennünk egy szállítót is. A családtagot is ki lehet jelölni egyébként. Olyasmi, mint a Medieval Dynasty játék. Igen, csak borzasztó bonyolult a menedzsment benne, szerintem, amit eddig láttam. És itt a szállító, szépen majd a szállítóval valahogy meg kell oldani, hogy idehozzuk a vasat, amit gyártunk, és ugye ebből például vasbőr faszénk kell hozzá. Ugye azt kéne megtudnunk, hogy hogyan lehet olcsón bőrt meg faszenet szerezni, vagy egyáltalán befolyásolni tudjuk-e, hogy mennyire olcsók ezek az árak. Na mindegy, most jelen pillanatban másfél órát toltam ezt a játékot, nekem nagyon tetszik, én biztos, hogy fogom folytatni, úgyhogy mindenki kövesse a csatornát, aki szeretne ebből még látni, én elmentem ezt a játékot. És hát, ha Scudot rá tudom beszélni, hogy vásárolja meg, mert szerintem neki is... Ó, megszületett a gyerek! Megszületett a gyerek, fiú gyerek lett! Az lesz a neve, hogy Bimbo. De minden,
te minden fiúnak ezt a nevet adod. Az lesz a neve, hogy Bimbo. Onionix. Á, csak Bimbo. De az az igazság, apa, hogy te... Most hol van Bimbo? Hát, hol van Bimbo? Hol a családom? Várjál csak, költségvesztés, családfa. Hol van? Itt kell lenni benn Bimbónak. Lehet, hogy még itt pihen, mert hogy izé van. Családfa. Na mindegy, most én a kamera úgy gondolt, hogy eleget szerepelt a kis srác. Ja, lehet. Na, minden esetre én most akkor elköszönök, és visszajövök délután. Ah, ez bimbódzó jövő. Visszajövök délután, nagyjából ilyen 5 körül fog elindulni a Diablo, ahogy én hallottam, úgyhogy addigra én is itt leszek, és megnézzük a Diablo 4-et, hogy hogy néz ki, mit lehet benne csinálni, ilyesmit. Várok titeket sok szeretettel, úgyhogy addig is pihenjetek, egyetek, ja, meg ugye péntek van, úgyhogy dolgozzatok. Jó sokat dolgozzatok, mert péntek van, dolgozz! Úgyhogy, ja. Na, majd találkozunk egy nem sokára, és remélem akkor... Remélem akkor, hogy... Viszontlátásra nézzük! Remélem akkor, hogy gyertek, szabadságon vagyok szerda óta. De jó neked. Hello, majd benézek diótra is. Jó, Scoot, nézd meg ezt a játékot. 12 euró. 12 euró. Na mindegy. Szóval, sziasztok! Aztán majd jövök délután. Pá! Mi van? Látod, látta mindenki, hogy táncolsz.